szerintem nem volt eddig olyan meccs, amin ennyire izgultunk volna, nagyon-nagyon nehéz volt, de bíztunk benne, hogy övé lesz a bronzérem. Abszolút neki járt szerintem. Az utóbbi időben mi nagyon sokat nélkülöztük, úgyhogy nagyon várjuk, hogy végre velünk legyen. De hát tudtuk, hogy ez ezzel jár. Várjuk tortával, pezsgővel, aztán nagy pihenéssel. Esetleg egy jó étellel, amit elkészítesz neki, mi a kedvenc? Kérdeztem, hogy mit szeretne, de nem mondott semmit. Úgyhogy egy hagyományos karcsi étellel készültünk, galabódival, slambuca másik neve. Semmi más extrával, mert nem kért. Most már belefér, igaz? Nem kell a spártai életmód egy darabig. Nem. Azt mondta Éva neki, hogy most egy évig azt teszik, amit akar. Óriási dolog, meg folyamatosan nézegetem, hogy ez most állom, vagy ténylegesen itt van a nálam. Szinte amióta megszereztem, vagy amióta átadták, azóta nem is tettem vele, nem is hagytam. Ezzel is adottál a feleséged, azt mondta, hogy szerinted ezzel is adottál az életedet. Igen, hát úgy olyan értelemben aludtam vele, hogy ott volt mellettem az éjjeli szekrényen, és ha felébredtem, vagy felriadtam, hogy Úristenet, egyből rápillantottam, hogy hát ez itt van. A versenynap után hajnali 5-ig voltam fel, hát nem olyan állapotok uralkodtak bennem, hogy nem tudtam egész egyszerűen elaludni. Nem az ünneplés, hanem az adrenalin. Nem, így van, tehát nem volt két lehetőség ünnepelni. Nem is akartunk, mert ugye a célén is neki másnap volt, tehát megígértem neki, hogy segítek a bemelegítésbe, amely természetesen tartottuk is magunkat, úgyhogy kicsit majd ez később betudódik. Protokollális dolgok, amiket majd el kell végezni, vagy meg kell csinálni, ez a édes teher, vagy kellemes teher, hogyha lehet így fogalmazni. Ezeknek mindenféleképpen szeretnék eleget tenni, hisz nagyon sok mindennel tartozok az MTK felé, a Magyar Zsúdó Szövetség felé, az Olimpiai Bizottság felé, az ország felé, és úgy gondolom, hogy ezzel lehet visszaadni azokat a dolgokat, amiket én is kaptam, úgyhogy most azért biztos lesz egy pár olyan, amikor interjúk, meg találkozók, meg egyéb ilyesmi lesz. Igyekszem mindegyikkel részt venni. Ez már a Havatortán, szenzációs nap volt, amikor a Krisztián versenyzett, de az egész éve, és igazából az életpályája nagyon-nagyon megérdemelte, nagyon kellett ez a vérem. Azt gondolom, hogy ez csak egy állomás, egy nagyon-nagyon fontos állomás. A Krisztiánban is van eredmény, de amit itt most mutatott, fejbe, szívbe, taktikába, mindenbe, az eszméletlen volt, úgyhogy nagyon, szóval nagyon-nagyon, a legnagyobbak közé is belépett. Thank you.
azzal a gondolattal meg tudtál barátkozni, hogy most már olimpiáról is van érmed, és azért ez még nagyobb felelősség a jövőre nézve. Nagyon nehéz, tényleg. Tehát ez szerintem ilyenekről egy hét múlva tudok legkorábban beszélni. Ezt fel kell dolgozni, ez meg kell egy kicsit pihenni, át kell gondolni azt, hogy ez mennyi munkával is, és tényleg verejtékkel vére járt, hogy itt lehessen.